A szövés gyönyörű, ősi mesterség. Eredménye a szőnyeg, szőttes, vászon, mely védi az ember testét, hajlékként az egész családot, meleget, hűsítő árnyat adott régen és ma is. A rajtuk lévő minták nem csak díszítések, hanem őrzik őseink történetét, rég elhunyt mesterek verítékét, ügyességét, szép érzékét. Vajon hogyan kezdődött a szövés mestersége? Faluhelyen ma is használják kerítésnek a sövényt, ha ezt a szót sövény sziszegve esszel ejtjük, szövényt mondunk. Így azonnal érezhetjük, ezt a kerítést úgy szőtték. Régen a vízvédelmi gátak alapjában sövényt építettek. Vásárosnaményban a Kraszna magaspartot ma is sövény védi. Díszíti, határolja. A házak építésekor is sövényt használtak. Polgáron, a régészeti parkban láthatunk egy újjáépített 3000 éves cölöpházat. A gerendák között sövényfalat agyaggal betapasztották, karcolással és vörös festékkel díszítették. A minta gyékény vagy szőttes mintáját utánozza. Az így épített házat paticsfalú háznak mondják. Forgács Sándor, kosárfonómester megmutatja, hogyan készült a sövény, a levert, függőleges karók és a vízszintes vesszőköteg váltakozva keresztezi egymást. Minden szövésben ez az alapelv valósul meg. A gyakorlaton mester jól választja meg a karók közötti távolságot, a felmarkolt vesszőmennyiségét tenyere élével tömöríti. A kosárfonás is a szövés ősi módja. Fonásnak azért nevezik, mert a vesszők nem csak megkerülik a karót, hanem egymás körül is forgatják őket, ettől szorosabb, tartósabb. A kosár alját még síkba fonják, szövik, utána térbeli formát ölt, így tudja betölteni a szerepét, hogy valamit tárolni lehessen benne. Petrovics Sándor nátszövőmester. Hacsura nátszövetett sző, a kész árut a kertészetekben használják, a tavaszi fagyok ellen ezzel takarják le a palánták. A stukatúrnát szövetet kőművesek használják a vakulatok erősítésére, rögzítésére. A sövény, a kosár, a nátszövet, a szalmafonás anyaga a természetben készen található növények hosszú szára. Eleink rájöttek arra, hogy más hosszú növények nem maradnak ilyen merevek, ha jól megdolgozzák, törik, nyűvik, tilolják, fésülik. Ilyen a len, kender szára, a gyapott virága. Az állatok testén is hosszú szárú szőr van, amelyet ha levágunk, ügyes kezek sodornak, fonnak, hosszú szál a megszőtt szálból lepedő, ing, birkaszőrből meleg, guba és takaró lesz. Horváth Adrien bemutatja a gyapjúfonás munkamenetét. Ez itt a magyar rackajú. Lenyírt, zsíros, mosás előtti gyapja. A már jól kimosott, megszárított birkaszőrt lazább, könnyebb, fehérebb lett. A kézi tépés gyorsítására, könnyítésére szolgáló eszköz a farkasoló, amelyben a hosszú, álló és mozgó fémfogak tépik, lazítják a gyapjút, az anyagot újra és újra visszarakja, hogy még lazább legyen a szál tömeg. A farkasolt gyapjú nem alkalmas fonásra, mert a szálak nem párhuzamosak eléggé. A két nyeles falapon gumiba ágyazott görbetűk vannak, egyikre húzzák a gyapjút, másikkal fésülik. Finomítják a kártolt szalagot,
ha a műveletet többször megismétlik, egyre finomabbá válik. Könnyíti, gyorsítja a munkát a hengeres kártoló, mindkét henger felületén görbetűk vannak. A nagyobbik gyorsan, a kisebbik lassan forog, majdnem áll. Ezért tud fésülni. Ha már elegendő szál van a hengeren, felszakítja és leszedi a száltömeget. Ennek bunda a neve. Így lehet keverni a minőséget vagy színeket is. A kártolt bunda alkalmas a fonásra. Ősi eszköz a gyalogorsó. Vele a fonás egyszerű, de nagy gyakorlatot kíván. Adrien felkötözi a szöszt a guzsaj tetejére, ebből bal kezével húzza a szálakat, a másik kezébe az orsót pörgeti. Ezzel sodorja a fonalat. A párhuzamos szálakat a sodrat teszi fonállá. Nincsen fonal sodrat nélkül. Mikor jobb kezét teljesen kinyújtotta, az elkészült ölnyi fonalat feltekeri. Ez a kettő, a sodorva nyújtás és feltekerés váltakozó ismétlődik egymás után. A rokka az újkor találmánya. Fa, fém, zsinór, bőr, forgattyú, tengely, hajtópedál, szárny és orsó ügyesen kifundált együttese. Működése folyamatos, mert egyesíti a sodorva nyújtást és a felcsévélés. A szárny végzi a sodrást, közepén az orsó kicsit gyorsabban forog, ezáltal húzza, nyújtja a szöszt. Egyúttal fel is tekeri a készfonalat. A mai textilipar ontja a fonalakat és a szöveteket. Mégis vannak emberek, akiket megérint, rabul ejt a fonás és a szövés. Tovább viszik, megújítják, művészi színvonalra emelik ősi tudást. Nézzük meg a Nádudvari Szakiskola szövőműhelyét. Az iskola és szakoktatója Galánfin és Mitteréz iparművész. Célkitűzése, hogy a diákok lássák, megismerjék az eredeti, több száz éves szőttesek letisztult, tökéletes kompozícióját, ritmusát, a sokszínű mintázási technikák együttes harmóniáját. A reprodukció folyamán mindezt megtanulják, megszeretik, alkalmazzák. Közben már szárnyal a fantáziájuk, alig várják, hogy saját tervüket is megvalósítsák. Így válik az ősi tudás szívből jövő, saját kifejezési formává. Nézzük meg, hogyan lesz a fonalból szőttes. Az egyszerű szőnyegeknek, szőtteseknek sokféle színesítése, mintázása kialakult már a régmúlt időkben. Ezek egyike a kilimszövés. Jellemzője, hogy egy vetülék sorban annyi kis babáról szőnek, ahány szín van a sorban. Vetülék fonala neve a balról jobbra és vissza bevetett színes szálaknak. Ez itt székely, festékes, gyapjú szőttes, hagyományos színek és minták újratervezésével. A kilim szövésekor a színes fonalak, vetülék teljesen letakarják a láncfonalakat, és a minta a szőttes mindkét oldalán ugyanaz. Láncfonal, felvető fonal a neve a hosszába futó szálaknak. Nagyon fontos ezek sűrűsége, ami itt 30 szál 10 cm-ben. Szép és jó terv, jó fonalak, jó szövőszék, kellő szaktudás és szorgalom kell a kilimszövéshez. Ezen a szövőszéken fehér vászont készül, borzas, bogas mintázással. A láncfonalak sűrűsége itt 150 szál 10 centiben. Három sor vékony fonal beszövése után egy vastag kerül a szőttesbe.
Ebből előre tervezett minta szerint kis hurkokat, bogokat emelnek ki a vászon színoldalára. Kötőtű, szép terv, jó szem és szorgalom itt is szükséges. Aki nem tudja, láthatja, mire való az ember kisúlya. Ha egy mintasor kiszedése kész, a bordával tömöríti. Rászövi a három vékony fonalat, majd újra a vastag mintázó fonal következik. Ez is bogas, borzas szőttes. Több szövőszéken láthatjuk ezt a különleges mintázású módot, a takács mintát. Egy vékony piros fonal szövi a vásznat, egy vastag fekete fonal szövi a mintát, kocka mintának, kő mintának is mondták régen a takácsok, akik sok ezer különféle mintát terveztek és szőttek. Itt a fekete láncfonal az őket mozgató négy nyüsbe fűzés minta, régiesen mondva kotta szerint van befűzve. A kotta meghatározza a nyüstök emelésének sorrendjét. Mivel ezeket a szövő a lábával mozgatja, lépés minta szerint halad szálról szálra. Így néz ki a kotta. Előre megtervezett a fűzés minta, a pedálok, a felkötözése, a lépés minta. Ha a lépés mintát, vagy a felkötözést, vagy a vetülékfonal színét, vastagságát megváltoztatjuk, a szőttes képe is átváltozik. Egy minta nagyon sokféleképpen szőhető. A kiállításon, a szövőműhelyben látott szőttesek a népművészet letisztult harmóniáját tükrözik. Jellemzőjük még, hogy ezeket a szövésmódokat a kilim, a takács minta, a szedettes, bogos, a perzsaszőnyek csomózását és a goblen szövést mind a mai napig nem lehet gépesíteni. A színvonalas művészi kéziszövésnek ma is helye van a kézművességben, a lakáskultúrában, a divatban, az öltözködésben és az iparművészetben. Ezek itt Galánfin és Schmidt Teréz által készített viselet. Ma is hordható kényelmes, meleg, népies szabású kabátot, mellényt, sapkát, lakásba való takarót, fali szőnyeget, párnát és újabban finom sálat pamutból, mohairből, selyemből készít. Haris Mária, a népművészet mestere. A gyapjú kabátot egyszerű két nyüstös szövőszéken szövi, vastag gyapjú fonalakat vet át jobbról balra. A láncfonalak kereszteződéséből és vetülékfonalból így épül sorról sorra a szövet. A díszítését laza gyapjúból készíti, kötőtű segítségével minta szerint bogokat képez a szövet felületén. A kabátot nem szabja, hanem formára szövi, ahol kell, az ujján, a nyakán fogyasztja, vagy növeli a szélességet. A széleken szövött szalag segítségével erősíti, egyben díszíti a kabátot. A részek összevarrása után kész a kabát. Ezeket a gránátalmás, csillagmintás, madaras, hetési, szedettes szőtteseket lentibe Hácskó Imréné Zsuzsanna szövi. 30 éve tanulta meg a kéziszövés fortéjait a háziporos szövetkezetben. Ennek megszűnése után otthon folytatta mesterséget. A szőttesek ezen a gyorsvetélős takács szövőszéken készülnek. A vetélőből így fejtődik le a fonal. A szedettes minta készítésekor a piros mintázó fonal helyét a pótnyüstök adják. A szálakat széles deszkával segíti szétválasztani. Egy sor piros fonal után egy sor fehér vásznat szövi.
A szőttest azsúrozással is díszíti. A felszedő tű segítségével 4-4 szál X alakban megkerüli egymást, a sor felszedése után erősen leszövi. Ha elfogyott a fonal, új csévét tesz a vetélőbe. Így dolgozik a takács keze, lába, a szövőszék, a fonal, a minta harmóniájába. Fodorné László Mária szövő, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. A Tolna megyei Decsen született. 52 éves sző. Mestere Széles Józsefné Bözsike néni. 1960-as évek elején indította el ezen a pályán, ahol a sárközi szőttes gazdag mintakincse és színvilágának megismerésével egy életre elkötelezte magát a sárközi szőttes megőrzésére. Sok éven keresztül gyűjtötte ezt a gazdag mintakincset. 2006-ban Balatonalmádiba költöztek, és itt a művelődési házba férjével, aki ács és asztalos, berendezték ezt a műhelyt. A decsi falu hangulatát a 100 évnél idősebb esztergált és festett decsi szövőszékek és egy takács szövőszék adta. Ezeken szövi a szebbnél szebb sárközi vásznakat. Nyáron heti turnusba lányokat, asszonyokat tanít a sárközi vászon szövésre. A sárközi szőttes gazdagságát az jelenti, hogy szinte az egész felületet díszítik. Egy pár nagyon szép mintát mutatunk be. Itt van a két oldalas szövés. Színe, fonákja ugyanaz. A felső fele piros, az alsó fele kék. Ez csak tükör segítségével lehet szőni. Gyász alkalmával fehér-fekete szőtteseket szőttek. Csibeszemes, csillagrózsás, páros galamb. Jellemző színek piros-fehér, fehér-fekete, piros-fekete, fehér vagy nyers szín pirossal. Marika hittel vallja Bárdosi Németh János szavait. Az vagy, ami a munkád. Nem több, és nem kevesebb. Az eltűnt időből ez őriz meg. Emberségednek ez ad alapot. Arcod redőibe vési fel nevedet, amelyet te hordasz, amely te vagy, magad, egyedül, a munkád által örökké. Régi magyar szólás, néma mestertől sokat lehet tanulni. A szövést is legjobb a mesterektől ellesni. Egy szövőtanfolyamon van rá idő, szövőszék, fonal, mester is akad, aki szívesen mesél a régi új szőttesekről, megmutatja munkafogásokat és segít, ha kell. Itt éppen a szedettes szövését látjuk, kicsibe, lassan, segítséggel. Kis érték az elkészült szőttes, nagy érték, hogy szövés közben átélik az alkotás örömét, és megszeretik ezt a mesterséget. A kéz és a láb egyszerű mozdulataiból áll össze a szövés. Ez a 8 éves fiú, Máté, ezelőtt 3 órával látott először szövőszéket. Tímea, 12 éves, ezen a tanfolyamon tanult meg szőni. Ez a kendő az előző napi szorgos munka eredménye.
Vajon hogyan kerül a sok színes és fehér fonál a szövőszékre? Ha a két bot között 8-as alakban több szálat tekerünk fel, a fonalak között szálkereszt képződik. A szálak feltekerését felvetésnek hívjuk. A szálkeresztbe tett fonal a képződött szövet első két szála. Hosszabb felvetést készít gyapjú fonalból Lőrinc Péter szövőmester. A botok neve vetőszeg. Régiségben sok szalagot szőttek rögzítéshez, málházáshoz, öltözködéshez. Mikor kész a felvetés, a szálkereszt egyik felébe botot tesz, ennek neve cséppálca. A pálca alatti fonalakra nyüstöt köt. 30 szálból készül a szalag. 15 nyüst kell hozzá, a nyüstökre csomót köt, utána kezdődhet a szövés. A páros fonalak emelését a nyüst, a páratlan fonalak emelését a cséppálca biztosítja. A szalagszövésben, a szövetben csak a színes láncfonalak látszanak. A piros vetülékfonal csak a két szélén egy kicsit. A szövést megkönnyíti, ha vetélővel tömörítjük a szalagot, egyben ez hordozza a vetülékfonalat is. A fonalak felvetését régen felnyújtásnak mondták. A régiségben függőlegesen lógtak a láncfonalak, azokat súlyok húzták feszesre. Múzeumban láthatunk ilyet, leleményes módon a felvetést is meg tudták úgy csinálni, hogy a fonalak hossza többszöröse legyen a szövőszék magasságának. Így kezdték a felvetést, a szalag lelógó fonalai képezték a láncfonalat. Évszázadok után, évezredek óta használják a szövők a felvető motollát. Embermagas, könnyen forgó, egyszerű keret. Ezen is két vetőszeg van. Egy alul, egy felül. Ezen fordulnak meg a szálak. Ugyanakkor a motolla forgás iránya is megfordul. Lőrinc Vilma néni, a népművészet mestere mutatja meg a felvetést, férje Aladár bácsi készítette a motollát, a szövőszéket, és segít neki most is. A felvetésnek szigorú rendje van. A vetőszegeken mindig azonos irányban fordul, előtte mindig szálkeresztet csinál. A sorokat nem egyenként számolja, hanem csoportokat képez. Az öt járás a motollán kész. Összetolja, ez egy ige. Mikor három ige kész, összetolja, ez egy zseréb. Mikor hat zseréb lesz, a motollán elkészül a felvetés. Itt éppen egy zseréb és egy ige van készen. Ha már két zseréb kész, zsinórral elválasztja őket, nehogy összekeveredjenek. Itt éppen a második ige készült el, az ötödik zseréphez. Készen van öt zseréb. Itt a vége, a két szál végét ráköti az alsó vetőszeghez. A felső szál keresztbe csépzsinórt tesz. Az alsó vetőszegnél ezt megismétli. Leveszi a fonalköteget a felső vetőszegről. Kalácsba, másképpen mondva, láncba szedi. Innen ered a láncfonal elnevezés. A kalácsolt fonalat a szövőszékhez viszi. A láncfonalas vagy lánchenger pálcáját a kötekbe dugja. Majd a fonalakat szétteríti, hogy ő mondja, szétszaggatja. Széltében és hosszában szétterített fonalakat Aladár bácsi fékezi, Vilma néni feltekeri, felhúzza. A fonalak menetei közé elválasztó pálcákat tesz, hogy a fonaltest kemény, egyenletes legyen. A fonal végét
kötéllel megtolja. Végére értek a felhúzásnak. Elkerül az alsó csépzsinór, kifeszítik és rendezik a szálakat, a fonalakat függőleges helyzetbe hozzák, azokat előkészítik a befőzéshez vagy a kötözéshez. Vilma néni nem fárad. Több órás felvetés és felhúzás után sző egy kicsit az Aladár bácsi faragta szövőszéken. Mögötte a szerszámok különféle befűzéssel, szerszámnak mondják a nyüsbe, pótnyüsbe, bordába befűzött, összecsomagolt lánchengert. A kézi felvetéshez két hozzáértő ember. Szélesebb árunál 6-8 óra és sok türelem kell. A gépi szalagfelvetés ehhez képest gyerekjáték. Egy jó gép, egy szakember egy-két óra alatt többet jobban elvégzi ugyanazt. Ilyen egy 120 éves szalagfelvető gép, még üres a henger, a motolla, a csévétartó állvány. Zsákokban a fonal, rajta a felvetés mintája. A csévéket a kiírás szerint kell felrakni, befűzni az állványra. A fonalakat V alakú rendező fésűn keresztül a kezdőszegre akasztják. A motolla kerülete 2,5 méter. A fonalkötegnek szalaga neve, a szélességét milliméter pontosan kiszámítják. A szalagok hosszát a gép számolja. Mikor elegendő, elvágják. A következő egy egységnyivel odább indul. Mikor kész az 5 szalag, a motolla másik oldalán lánchengerre köti a szalagok végét. Indul az áthengerezés. 5 méternél jelt tesznek a fonalra, ezt a megrendelő 95 méter leszövése után találja meg. Az utolsó métereken látjuk, ide kerül alulról felülről leragasztás, ezt helyettesíti a csépzsinórt, rögzíti a fonalak sorrendjét. Elkészült egy 100 méteres felvetés Lőrinc textiles műhelyben Pápán. Ezután a fonalakat be kell fűzni a nyüsbe, utána bordába. Egymás mögött két nyüst lazán lógnak a nyüstök, közepükön a nyüst szem, amiben átdugja a fűzőtűt, ennek vége horgas, ezzel áthúzza a fonalat. Egyet a hátsó keretről, utána egyet az első keretről. A szálak sorrendjét a leragasztás mutatja. A befűzés balról jobbra halad. Miután kész a nyüst befűzés, a bordába kell húzni a fonalakat kettesével. Jobbról balra kell. Kell hozzá még jó szem, vagy szemüveg, türelem, pontosság. Különleges, egyedi, nagy léptékű csíkozású függönyöket, dakástesztileket készít Pályer Emilia iparművész Budapesten. Az ő megrendelésére készült ez a felvetés. A művésznő befűzte már a fonalakat, már szövi, és elkészültek az első darabok. Elő van készítve a vetélőik fonal. Színsorrend terve, hozzá a csévék is. Mivel széles a szőttes, a munkát szélfeszítő segíti. Ahogy szaporodik, időnként előre kell tenni. A művésznő szőttesei önmagáért beszélnek. Csomózott szőnyegeket sző Érden lakásán Ament Lászlónő Erzsike. A mesterséget édesanyjától tanulta. A szövőszéken a láncfonalak csak nem függőleges helyzetűek, azokat erősen meg kell feszíteni, ezért vastag, robosztus a szerkezet. Ő is sok keleti mintájú szőnyeget szőtt már. Nem készít rendelésre, csak a saját örömére. Időtöltésből a kézdarabokat a családnak ajándékozza. Most nem keleti a motivum, hanem ilyen
szabadrajzú a terv. Nézethálós papír, egy kockája, egy csomót jelöl. A szélén gyapjú fonallal és a pamut leszövéssel előre szövi a szőnyeg szegélyét. Pedállal szétválasztja a nyüstöket, ebben a nyílásban szövi a vastag pamut leszövőt. Ez és az erős kort felvető képezi az alapszövetet, ami csak a szőnyeg fonák oldalán látszik. A jobb oldalon is elkészíti a szegélyt, majd a második sort is leszövi. A fonalat azért teszi magasra, hogy ez a szőnyegben ne legyen feszes, különben összehúzza a szőnyeget. Két szomszédos láncfonalra csomózza a gördesz csomót, 40 láncfonal így, 20 csomó van 10 centiben. A keleti szőnyegek sűrűsége ennek többszöröse. A csomót kötőfonal is vékonyabb, vagy akár sejem is lehet. Évezredes szövésmód a kárpit szövés, amit goblen szövésnek is mondanak. Hasonlít annyiban a kilim szövéshez, hogy a színes fonalak teljesen takarják az erősen megfeszített kord pamut láncfonalakat. A kárpit szövés állványon 6 nyüst keret van, de egyszerre csak 2 mozdítanak. Általában vékony, színes gyapjú fonalakat szőnek. Mondják képszövésnek is, mert a szövés technikája teljesen alá van rendelve a megszövendő képnek, ami itt egy klasszikus festmény. A sorok úgy hajladoznak, mint a kép vonalai. A színes fonalakat árnyalják, keverik. Ez a hasűrözés. A vetülék egyszerre 2-3 különböző színű fonallal lehet. Csak pár centit fordul jobbra, balra, ezért a szálak sok babáról szövődnek, lábával váltja a láncfonalakat, villával tömörüti a színes vetüléket. A kép kontúrjainak rajzát a szőttes mögött rögzített papíron látja, ehhez igazodik. A kárpit szövést Meggyasszai Magdolna mutatta meg budapesti otthonában. 50 éve vett fonalat a kezében, mert úgy érezte, szőni kell. Keftelésből teleszőtte szerettei és sajátja lakását, mintha róla szólna. Holt fonja, napszövi, csillag álmodja életet fonalát. Köszönöm, hogy megtaláltad a szép mulatság.